Köszöntelek benneteket! A mai videóm a lakásvásárlásról fog szólni. Összegyűjtöttem nektek 20 pontban azokat a lépéseket, amik szükségesek az ingatlan vásárláshoz. Hogy könnyebben áttekinthető legyen, ezért a csoportot ketté bontottam. Az első 6 pont az az adásvételi szerződés aláírása előtt javasolt, a következő 14 pont pedig az adásvételi szerződés aláírása után. Nem minden esetben szükséges spanyol bankszámla egy tenerifei ingatlan vásárlásához, viszont lesznek költségeid, víz, villany, internet, és ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges egy spanyolországi bankszámlaszám. Tehát én mindenkinek szoktam javasolni, hogy lakásvásárlás előtt azért érdemes nyitni egy bankszámlaszámot. A második pont a NIE szám megszerzése. Nem szükséges a rezidens státusz, tehát a zöld színű rezidens kártyának a megszerzése. Egy ingatlan vásárlásához bőven elég a fehér színű A4-es lapra kinyomtatott NIE szám. Természetesen elfogadják a magyar személyi igazolványt is, lakcímkártyával, de több helyen tapasztaltam, hogy jobban örülnek az útlevél, illetve NIE szám összeállításnak. A harmadik pont a lakásnézés. Tehát nyilván, ha lakást szeretnél vásárolni, akkor ki kell választani néhány ingatlant, ami tetszik, azokat meg kell nézni. A lakás megtekintését követően alku, illetve ajánlattétel. Nincs két egyforma eladó, nincs két egyforma vevő, ezért nem lehet így általánosítani, hogy mennyit szoktak alkudni, mennyit szoktak engedni. Meg kell nézni a lakást, hogyha nagyon tetszik, akkor be lehet próbálkozni, és maximum azt mondják, hogy nem, ennyiért nem adjuk oda. Általában az eladó az szokott hagyni egy kis alkutartalékot, de ne gondoljátok azt, hogy 30-40%-ot el fognak engedni az ingatlan vételárából, ez nem szokott előfordulni. Aztán, ha sikerült megegyezni, akkor a következő, az ötödik pont, az a foglaló, vagy az előszerződés. A foglaló esetében az általánosan bevett gyakorlat az 10%. Az adásvétel teljesítésének az időpontja az általában 30 nap szokott lenni. Ugye az eladó az mindig szeretné ezt a folyamatot minél hamarabb rövidre zárni, tehát az eladónak valószínűleg az lesz az érdeke, hogy ez minél hamarabb befejeződjön. A hatodik pont az adásvételi szerződés aláírása. Ez majdnem minden esetben közjegyző előtt történik. Az eladó és a vevő közös megegyezés alapján előre megjelöli a fizetési módot. Ez a csekknek a kiállítása. Ez úgy történik, a vevő bemegy a bankba, és az eladónak a nevére, egy előre megbeszélt összegre kiállít egy csekket. És ezt a csekket közjegyző előtt átadja. Ezért cserébe megkapja a kulcsokat, és megtörténik az aláírás. Ennek a csekknek a kiállítása, ez nem ingyenes, 200-300 eurós összeggel találkoztam eddig, viszont az általam megismert bankok mindig szoktak kedvezményt felajánlani azoknak az ügyfeleknek, akik például a lakásbiztosítást ennél a banknál szeretnék megkötni, azoknak mondjuk a 300 euró helyett csak 150 eurót kér az adott csekknek a kiállításáért. Tehát ilyennel találkoztam. Ez egy nagyon biztonságos módja a fizetésnek. A birtokon kívül kerülésnek a kockázata az nagyon alacsony. Miért? Azért, mert az eladó az megfogja a csekket, és ezzel a csekkel meg az ő okmányaival bemegy a bankba, és föl tudja venni a pénzt. De ezt a pénzt senki más nem tudja fölvenni, csak ő. Tehát ez gyakorlatilag nagyon biztonságos, és valószínűleg ezért nagyon népszerű. Ezen kívül a második forma az a banki átutalás, amikor ugye a vásárló teljesíti az átutalást az aláírás napja előtt az értékesítő az eladónak a részére. Ebben van egy kis rizikó, mert hogyha a pénz nem érkezik meg, vagy hogyha esetleg valami gond van, az utolsó pillanatban kiderül, hogy mégiscsak van hitel a lakáson, akkor ez némi hiba lehetőségre, meg némi idegeskedésre ad ugye okot, de ezzel is találkoztam. Amennyi egy kis rizikó, de amennyiben az eladó és a vevő megbízik egymásban, ez is egy járható út. A fizetési módnak a harmadik típusa az a talomba helyezés, az a letéttel történő fizetés.
Ez úgy történik, ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy a vásárló az adásvétel teljesítésének a napja előtt átutalja a teljes vételárat a közjegyzőnek, külön erre a célra elkülönített bankszámlájára, és a közjegyző ezt a pénzt zárolja, és abban a pillanatban, amikor az adásvétel megtörténik, és az eladó átadja a kulcsokat a vevőnek, abban a pillanatban végrehajt egy ilyen tranzakciót, és átutalja a zárolt pénzt az eladónak a számlájára. Ez egy elég költséges forma, tehát körülbelül dupla annyiba kerül, mint mondjuk a csekknek a kiállítása, de abban az esetben, hogyha a felek így egyeztek meg, akkor ez is egy járható út. Meg volt az első 6 pont. Amennyiben kérdésetek van, nyugodtan írjatok rám az elérhetőségek egyikén. Aláírtuk az adásvételi szerződést, kezünkben a lakás kulcsa, és örülünk. Lakásavató buli van, szelfiket készítünk, a haverok gratulálnak, mindenki boldog, de ezzel még nem végeztünk. A 20-ból csak a 6. pontnál járunk. Körülbelül egy héttel az adásvételi szerződés aláírását követően vissza kell menni a közjegyzőhöz, mert az adásvételi szerződésnek az eredeti példányát az csak egy héttel az aláírás után szokták átadni. A 8. pont az az epigráfe kérése. Amennyiben te rendelkezel milyen számmal, de még soha nem dolgoztál, meg nem fizettél itt adott Tenerifén, akkor mielőtt az ingatlan vásárlása kapcsán keletkező adókat befizeted, el kell menned a Haciendába, és a Haciendában kérni kell az epigráfét. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a te milyen számodat beélesítik. Ez egy fél óra alatt általában megvan. Az ingatlanadó befizetésére szolgáló formanyomtatványnak a kitöltése a 9. pont. Ugye már a korábbi videókban kifejtettem, hogy ez lehet 4%, hogyha nagycsaládos vagy, vagy 30 év alatti, vagy 65% fölötti mozgássérül, de egyéb esetben általában 6,5% szokott lenni az ingatlanadó, tehát ennek a befizetésére van egy ilyen formanyomtatvány, amit ki kell tölteni. A 10. pont a banki befizetés. Bemész a bankba, befizeted az ingatlanadót, a bank lepecsételi, hogy átvette az összeget, és a 11. pont, amikor te ezzel a lepecsételt banki befizetéssel visszamész a Haciendába. A 12. pont a földhivatal. A földhivatalban általában úgy szokott történni, hogy ott megnézik, hogy befizetted az adókat, minden rendben van-e, megvan a tulajdoni lap, minden a neveden van, minden tökéletes. Az, hogy mennyit kell fizetni, az több dologtól függ, függ a vételártól, függ attól, hogy milyen megyében van az ingatlan, mekkora az alapterülete, de az általános bevett szokásod az szokott lenni, hogy elkérnek tőled 150 eurót ott a helyszínen, készpénzzel vagy kártyával kifizeted, és amikor elkészült, általában 7 és 10 nap alatt el szokott készülni, akkor felhívnak, hogy gyere, elkészülnek a papírok, bemész, kifizeted a különbözetet, és már is átveheted a tulajdoni lapot, amin már rajta szerepel a te neved is. Az önkormányzathoz el kell menni, és át kell iratni a vizet. Ezen kívül be kell jelentkezned. A következő pont a szemétszállítási díjnak a rendezése. Ennek a regisztrálása is az önkormányzatnál történik. Általában az esedékesség az mindig egy adott tárgyévre szól. A következő pont az önkormányzati adó. Az önkormányzati adónak az összege az megint csak attól függ, hogy az ingatlan melyik megyében található, és hogy mekkora az alapterülete, ennek alapján ki fogják neked számolni. 100, 200, 300 vagy akár 500 euró is lehet évente. Amikor már azt gondoltad, hogy már mindennel kész vagy, akkor rá fogsz jönni, hogy még a villany nincs a neveden, érdemes egy energiaszolgáltatót keresni, hogyha szerencséd van, akkor ezt most a Covid miatt ugye nem csak személyesen, hanem akár telefonon keresztül is el lehet intézni. Amikor mindennel megvagy, akkor vissza kell menni az önkormányzathoz, és az általuk kiállított papírral meg kell kötnöd a víz művekkel a szerződést. Tehát nem elég csak simán fölmondani, nem elég csak bemenni és azt mondani, hogy megvettem ezt a lakást, hanem bemész, bemutatod a szerződést, utána ők kiértesítenek téged, adnak egy papírt, és azzal a papírral kell elmenned a vízművekhez. Ezt érdemes gyorsan megcsinálni,
mert hogyha nem figyelsz oda, nem foglalkozol ezzel, akkor előfordulhat, hogy az eladó a bankba lemondatta, tehát onnan nem vonják le, neked még nem vonják le, és elképzelhető, hogy elzárják a vizet. Tehát érdemes minél előbb bemenni, ha az önkormányzati papír nincs meg, akkor is érdemes bemenni a vízművekhez és megmutatni a papírokat, hogy folyamatban van a névátírás, amennyiben nem lehetséges egy új szerződésnek a megkötése, akkor legyenek szívesek a régi szerződést továbbvinni, de akkor cseréljék ki a bankszámla számodat. Én már többször alkalmaztam ezt a módszert, és minden gond nélkül működött. Tenerife déli részén a legtöbb ingatlan az lakóközösségben található, tehát kell fizetned közös költséget, érdemes minél hamarabb fölvenni a kapcsolatot a közös képviselővel, megkérdezni, hogy mennyibe fog kerülni a közös költség. Ezt is általában csoportos beszedési megbízással lehet fizetni. A 20. pontban pedig az internetet raktam, amikor már mindennel kész vagy, akkor szépen bekötteted magadnak a vezetékes internetet. Ezeket a pontokat csak így gyorsan összeszedtem tájékoztató jelleggel, hogyha esetleg a témával kapcsolatban kérdésetek van, akkor nyugodtan keressetek meg telefonon, Facebookon, Instagramon, e-mailben, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok, sziasztok!